én nekem nem volt jó otthon, én nekem itt jó. Azt sem tudtam már reggel, mikor kelljen korán. Igen. Mert én nem vagyok egy korai kelő. Már úgy izgult, hogy ha jön. Beírjek. Hiányoztam. Maga is hiányzott. Bent az hiányzott. Újra megtelt élettel a Tolnai Idősek Klubja. A tagok elmondták, milyen sokat jelent nekik, hogy újra itt lehetnek. Én 2020-ban jöttem ide, de én annyit köszönhetek a lányoknak, mert én máskülönben nagyon szomorú voltam, mert meghalt a férjem, és itten mindenki olyan, annyira rendes volt hozzám, támogatott, jó szóval vigasztalt. És én szeretek itt lenni, még szeretek nagyokat nevetni, jó a társaság, jól érzem magamat. Sokszor elvesszük otthon, elecik. Elnevessük ott. Nagyon sokat nevetünk, bohóckodunk, viccelődünk. 2020. szeptemberében az intézmény fenntartója úgy döntött, hogy a koronavírus fertőzés megelőzése érdekében rendkívüli szünetet rendel el. Ez érintette a Tolnai, a Mözsi és a Faddi telephelyünket is. Ezen időponttól kezdődően az otthonukban, többnyire az otthonukban látták el a dolgozók, az időseket. Nagyon vártuk már a nyitást, hogy ez a szép és új intézmény ismét élettel teljen meg, és a kedvező járványügyi adatok hatására megszületett a döntés, hogy a mai nappal ismét kinyithatott a klub. Nagyon szigorú szabályoknak kell megfelelnünk. Az EMMI által kiadott útmutató szerint járunk el. Minden esetben sor kerül a belépéskor a testhőmérsékletmérésre, az egészségügyi nyilatkoztatásra és az intézményi fertőtlenítésre is kiemelt figyelmet fordítunk. Az intézmény szakmai vezetője elárulta, hogy a 25 tag közül volt, akivel egyáltalán nem találkoztak ez alatt a fél év alatt. Nem mindenkivel tudtunk találkozni személyesen, ez attól függ, hogy ki hogyan kérte az ellátást. Volt, aki a saját otthonába, ez azt jelentette, hogy házhoz szállítottuk az ebédet nekik, a gyógyszereket kiirattuk, kiváltottuk, nyilván ilyenkor házhoz vittük, akkor találkoztunk az idősekkel, beszéltünk pár szót, de átlagban telefonon vagy az internet segítségével tudtunk kommunikálni. Hála Istennek az idős korosztály is már jól kezeli az okostelefont, illetve a laptopot, számítógépet, úgyhogy így tudtunk csinálni egy messenger csoportot, ott minden nap tudtunk beszélgetni, itt körülbelül olyan 10-13 tagunk van ebbe a csoportba, úgyhogy igazából egész nap tudtuk tartani a kapcsolatot, kivel mi történt, fotókat osztottak meg arról, hogy éppen mit csináltak, milyen program volt akár a családdal, akár otthon mit tevékenykedtek, úgyhogy ebből a szempontból kicsit egyszerűbb volt így az, hogy tartsuk a kapcsolatot. Azonban többeket megviselt a bezártság és a társasági élet hiánya. Nyilván attól is függ, hogy kinek milyen a családja, hogy helyben van-e a családja, hogy mennyire vonja be a család a mindennapi életbe őket, aki ugye alapvetően is magányos, őket sokkal jobban megviselte ez a helyzet. Én azt gondolom, hogy ennek a pandémiás időszaknak ez a korosztály a legnagyobb vesztese. A szakmai vezető hozzátette, elkerülte őket a koronavírus járvány, így ugyanazzal a gárdával és ugyanazzal a lendülettel folytatják az életüket ott, ahol fél éve abba hagyták. Mindenki nagyon boldog volt. Nyilván azért is, hogy velünk is találkozhattak, hogy ide újra bejöhettek, de főként azért, hogy egymással tudtak találkozni, beszélgetni, mert nyilván aki telefont vagy az internetet tudja használni, ők úgy is tartották egymással a kapcsolatot, de sok olyan van ugye, aki esetleg nem tud telefonálni sem, úgyhogy így örültek, hogy újra láthatták egymást. Egymással megtárgyalni, hogy a politikai helyzeteket és az időjárást.